Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Necsi vagyok, és a mai témánk 4660 Nereus kis bolygó. Vajon nekünk jön, vagy esetleg szerencsénk lesz? Mindjárt kiderül. Mi is az a kis bolygó? Kis bolygó egy fix kötött pályán kering, és néhány méterestől több kilométeres méretet is elérhetnek. Többféle kis bolygó jön a naprendszerünkben, és többféle osztályozásuk van. Ami a nap körül kering, és a föld pályáját keresztezi, vagy megközelíti, azoknál újabb csoport lép be. Az Apollo típusú aszteroidák, amik 7,5 millió kilométernél közelebb jönnek, potenciális veszélyt jelentenek. A Nereus nevét a görög mitológiából kapta, Gája és Pontosz legidősebb fia. Mérete 330 méter. Keringési pályája kimegy a Marson túl és utána jön vissza. Keringési ideje 663,4 nap. Felfedezése 1982. február 28. Eleanor F. Ellin, Palomar hegyi 1,22 méteres Oshin Schmidt teleszkóppal fedezte fel, fotografikus megfigyelés alapján. 40 éve ismerjük már ezáltal, és régen 1982 Davy megnevezése volt. 2021. december 11-én magyar idő szerint 14 óra 51 perckor 3,93 millió kilométerre fog elhaladni mellettünk. Viszonyítási alap milyen távol lesz? A holdföld távolság 10-szerese ez a táv. Nem kell tehát aggódni, nem fog nekünk jönni. Ha valaki meg akarná figyelni, akkor az Urza Major, vagyis nagy medve, közelébe keresse. Fényessége 12,8 magnitudó lesz. 2002. januári elhaladásánál készített fotón látható, hogy néz ki. Arecibói Puerto Rico 300 méteres óriás rádiótávcsővel készítették. Itt pedig egy szemléltető ábra, mekkora lenne, ha az Eiffel-torony mellé odaraknánk. De miért tartozik az Apollo típusú aszteroidák közé a Nereus? A Nereus ide tartozik, mivel 7,5 millió kilométernél közelebb jön, és mérete se pár méteres. Nem kell aggódni miatta még mindig. A következő 200 évben sincs velünk ütköző pályán. 2031 17,2 millió kilométerre lesz, 2060-ban pedig 1,2 kilométer. 2060-as esetleg közelének tűnhet pár embernek, de nem az. 5 hold távolság 4-szerese. Na de tényleg nyugodjon meg mindenki, nem jön nekünk, erről Béla gondoskodik. Legyen további szép napotok és tiszta jeget! Bye-bye!